Január 3-án többen is érkeztek a Városgondnokság parkolási csoportjához, hogy kiváltsák az idei évre érvényes bérleteiket. A megnövekedett ügyfélforgalom már most tapasztalható, de nem szükséges akár több percet sorban állni. Azzal tudunk egy könnyebbséget adni az ügyfelek nagyobbik részének, akik a fizető 1-2-3 övezetbe szeretnének bérletet váltani, vagy a bérlet cseréjüket ugye megtenni a januári időszak folyamán, hogy ott már online is kiválthatóak a bérletek, tehát egy könnyebbséget tud adni, ugye mind a veszélyhelyzet kapcsán tett intézkedések, mind ugye az ügyfélforgalom megnövekedések kapcsán. Fenyves Balázs hozzátette, akinek van lehetősége, akár tablet, számítógép, telefon segítségével meg tudja tenni a bérletigénylést, annak kifizetését. A Székesfehérvár parkolás honlapon keresztül könnyen, gyorsan, akár 15 perc alatt lehet bérletet igényelni, de másra is van lehetőség az online ügyintézés során. Ez az online ügyfélablak tulajdonképpen, ami a legnépszerűbb az ügyfélek körében, az a parkoló bérletnek a kiváltása, de nem ez az egy funkció, amit igénybe tudnak venni. NFC kártyát ugyanúgy fel tudnak tölteni, illetve parkolás NFC kártyával indított parkolást is, ha esetleg az automatánál elfelejtik leállítani, akkor azt ugyanúgy meg tudják az ügyfélablakon keresztül tenni, illetve pótdíjat befizetni, és ha a pótdíjjal kapcsolatos észrevételük vagy ellentmondást szeretnének tenni a parkolási csoport felé, azt is meg tudják tenni. Azok számára, akik az online rendszerben váltják ki a bérletet, hasznos információ, nem kell papír alapon a járműre kitenni. A történelmi belvárosban élőknek a bérletvásárlásra csak személyesen van lehetőség. A lakossági bérletek ára nem változott, 5000 forint. Fenyves Balázs azt is elmondta, a megnövekedett forgalom miatt a munkatársak nem mindig tudják felvenni az érdeklődő telefonokat, kérik az ügyfeleket, hogy e-mailben tegyék fel kérdéseiket, és választ adnak azokra.